közelértés és nyelvhelyesség. Ezeket a feladatokat együtt kapjátok meg, tehát nektek kell beosztani az időtöket, a 60 perccel gazdálkodni. Jó néhány feladat van, úgyhogy tényleg nagyon kell figyelnetek arra, hogy körülbelül ugye általában fél óra a nyelvhelyesség, fél óra az olvasott szövegértés, de ti gazdálkodtok az idővel. Utána 10 óra 10 óra 5 perckor egy 10 perces szünetet tartunk. Ekkor szeretnénk, hogyha a folyosón maradnátok, találtok mosdókat is a folyosón, tehát nem hagynátok el azt a folyosó részt, és utána 10 perc után, 11 óra 10-15 perc körül kezdődik a hallás utáni szövegértés.